Köszöntöm nézőinket! Szeptember 14-én szombaton két mérkőzéssel kezdődött meg a 2019-2020-as szezon a férfi kézilabda NB2-ben. A szakosztály célja mi más lehetne, mint újabb dobogós helyezés elérése. Ehhez az első akadály a Tököl csapata volt, amely szeptember 15-én vasárnap 13 órakor látogatott el a Dunaharaszti Városi Sportcsarnokba. A mérkőzés tipikus szezon elejé rajtot vett. A DMTK 3 támadást vezetett, a Tököl mondhatni egyet sem, és mégis a vendégek vezettek 2-0-ra. Szerencsére a csapat hamar elvette a ritmust, és fokozatosan javult a játék, a helyzet kihasználás. Fél időre 4 gólos előnyt épített fel a Dunaharaszti, így 16-12-vel fordultak a csapatok. A második félidő már hullámzó teljesítményt és játéksebességet hozott. Előfordult, hogy 6 gól volt a különbség, de láthattunk 2 egységnyi fort is. A lényeg azonban, hogy a hazai csapat nem engedte ki a kezéből a vezetést, és végül 5 góllal 32-27-re nyerni tudott. Így, ha döcögősen is, de győzelemmel kezdte a szezon.
Legközelebb szeptember 22-én vasárnap 16 órakor lépnek pályára Izsákon a Kiki SKFT ellen.